Sziasztok, kedves mindenki! Itt vagyunk a Forbro.hu-n és a digitális térben, és ma egy szuper bűnözővel, Györfi Andrással beszélgetünk a kriptovaluták világáról, a digitális aranylázról. Györfi András a tecső, vagyis a YouTube csatorna egyik tartalomgyártója, a Crypto Academy és a KriptoSuli szerkesztője. Ott tudjátok csekkolni a különböző témában való véleményét és szakmai ö, ö, nézeteit. Egyébként emellett a Kriptopénz ABC közgazdaság témájú könyvet is ő és a HVG-nek is rovat szerkesztője, és a Force.hu vendégszerzője is Kriptopénz témában. Én azért tartom fontosnak, hogy beszélgessünk veled, mert azt vettem észre, hogy hiába írunk 2021-et, elképesztően hanyag és felszínes stílusban megírt cikkek jönnek ki nagy elérési oldalakon és ezt azért elég viccesnek tartom, hogy a másik oldalról meg uh, bulvárként kezelik ezt. Tehát a 24 pontú és pár oldal, ugye most Elon Musk miatt uh, nagyon is ilyen bulvárként kezelik, csak ilyen témájú dolgokban ír erről, de ne előre, legyen egy kis uh, nyári nagy rendrakás, szellőztetés a fejekben. Az első kérdés csoportom az, hogy uh, mi is a bitcoin, és mi lehet a szerepe a jövőben, és hogyha a blokklánc technológiáról is mondanál pár mondatot, ezt megköszönném. Hát köszönöm a lehetőséget, hogy mi a bitcoin. Aki, aki vagy akik csinálták a bitcoint 2009-2010 táján, azt tűztek, tűzték, ki célul, hogy egy olyan pénzrendszert és vagy értéktárolót, ez most még bizonytalan, hozzanak létre, ami szakít azzal az év ezredes emberi hagyományjal, hogyha két ember között történik bármilyen transzakció bármilyen érték transfer, akkor lesz egy harmadik szereplő. Ez a centralizáció, ami már az ókorban is megjelent, aztán az első hagyományos pénzintézetek, hagyományos bankok tovább erősítették, és teljesen természetesnek vesszük, még mindig, hogy kell egy harmadik szereplő, ezek az emberek viszont azt mondták, hogy nem, nem kell, mert több a, az átka, több a kára a centralizált pénzrendszereknek, mint a haszna. Amúgy hasztuk is van, majd, majd erre is szívesen Persze. kitérek. De lényeg a lényeg, hogy ez a bizonyos Satoshi Nakamoto ezen az álnéven publikálta a, a munkáját a csoportnak a vezetője, azt tudjuk, hogy egy csoportról volt szó. Tehát decentralizáció, 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 ami viszont az interneten, a digitális korban fölvet egy óriási problémát, míg pedig az, hogy oké, okay, közvetlen kapcsolatot teremtünk két e, szereplő között, ugye ez a peer-to-peer -peer megközelítés, de hogy lesz ez biztonságos? Tehát nem feltétlenül nagy és eredeti gondolat a decentralizáció, amit a Szatosi megvalósított, az viszont egy óriási és korszakalkotó fejlesztés, hogy neki sikerült ezt úgy megcsinálni, úgy kivonni a harmadik központi felet az értéktranszferből, hogy az biztonságos is legyen. És itt jön be a blokklánc technológia, röviden és egy picit leegyszerűsítve a dolognak az az eszenciája, hogy a világban szétszórt számítógépek önkéntes alapon a rendszerben résztvevő számítógépek végzik az egyes tranzakciók hitelesítését. Tehát, hogyha bármelyik hagyományos, centralizált pénzintézetnél, bármelyik banknál végrehajtasz egy, egy értéktranszfert, forintot, eurót, angol fontot, vagy bármi egyebet elutaz valakinek, lesz ellenőrzés, mert kell ellenőrzés, de az egy centralizált ellenőrzés lesz. A bitcoin és általában a blokklánc technológia esetében viszont a világban szétszórt önkéntes alapon csatlakozó számítógépek különböző úgynevezett konszenzus mechanizmusokkal, különböző részletekkel az ellenőrzés mikéntjében, de rá fognak nézni arra a tranzakcióra, hogy neked valóban megvan-e rendelkezésedre, áll-e az a pénzösszeg, amit utalni akarsz. Nem próbálod de meg kétszer elkölteni ugyanazt az összeget, hogyha valami digitális, akkor azt nyaklónélkül nélkül lehet duplikálni, háromszorozni és így tovább. A bitcoinon ezt meg lehetne csinálni, vagy bármelyik kriptopénzzel, akkor az egészet ott tenné meg a fene. Tehát az, hogy a kétszeres költésnek sikerült elejét venni, mert mondom, voltak korábban is próbálkozások már digitális pénzekre, de ez a bizonyos kétszeres költés mindig, mindig a rákfenéje volt az egész. És a blokklánc tulajdonképpen ezt, ezt akadályozza meg, hiszen olyan, hogy nem lehet, nem lehet csalni benne tulajdonképpen, amennyire Így én A, bloklánc, a blokkláncnak, mint adatbázisnak, tehát ez nagyon fontos Igen. látni, hogy a blokklánc ugyanúgy egy adatbázis, mint hogyha fogsz egy kockás füzetet, és abba írod a könyvelésedet, hogyha egy, egy Excel táblázatba írod a könyvelésedet, vagy bármilyen könyvelési szoftverben, ez is egy adatbázis. Ez egy adatbázis, de egy merőben új adatbázis, mert szét van szorva a világba, plusz van benne egy olyan ellenőrzési metódus, ez a blokklánc, lánc, hogy az egyes blokkok, amik könyvelési tételek, András utalt Gábornak, Józsi utalt, Julinak, stb. stb. mikor, egyebek. Tehát a blokkok könyvelési tételek, és mindegyik blokk hivatkozik az előtte álló blokkra. Tehát ez úgy kell elképzelni, mintha a falra fölragazgatnánk A4-es papírlapokat, mindegyiknek van egy azonosítója, és mindegyik az azonosítójában tartalmazza az előtte lévőnek az azonosítóját. És hogy ez miért zseniális, ez miért olyan nagy dolog? Azért, mert hogyha megpróbálunk belenyúlni rossz szándékkal, akkor mivel hivatkozik minden egyes blokk az előtte lévőre, az utána következő pedig őre, ezért automatikusan fel fog tűnni mindenhol, a sok ezerrel, tízezerrel, százezerrel is a manipulállandó, manipulálási kísérletnek kísérletet elszenvedő blokk után is, fel fog tűnni, hogy hoppá, itt valaki megpróbál valamit Paj. csinálni, plusz a szana szétszort csomó pontok a világban mind eltesznek egy kópiát. Tehát hogyha csak egy gépen lenne jelen a blokklánc, mint adatbázis, akkor is feltűnne a manipulációs kísérlet, de ez még meg van bolondítva azzal, hogy több ezer, több tízezer példányban van eltéve, az egyik Mexikóban, a másik Kanadában, és így tovább. És tulajdonképpen a bányászat az ez az, az, az a számolás, tehát amit végrehajtanak a számítógép rendszerek, most, most függetlenül attól, hogy ez mekkora bonyolult energiát igényel, de ez, ez a számolás tulajdonképpen, ez a bányászat. Azoknak Felyután. a rendszereknek az esetében, amik a bitcoin Bitcoin kapcsolódnak, bit, igen. amik a bitcoin mod lejjét követik, igen, a bánya gépek végzik ezt a az ellenőrzési Jó. munkát. Ö, mivel ezt tudom, hogy sok ember számára tényleg így ö, alapokról kell kezdjük, ezért meg kell még, át kell vegyük még azt, hogy mi a bitcoin, stablecoin, altcoin, shitcoin, hogy tegyük tisztába ezeket a kriptocsecsemőket, és pontosan a Satoshi, az mi az az apró? A Satoshi, vagy van, van egy olyan is, hogy ez csak egy játék? Vagy egy... Bitcoinból 21 De... millió darab létezhet, Igen, ennek azért. is, ennek is jó oka van ezzel kerüljük el az inflációt, de hogy mi a szatosi. Ez egy fontos a szak... egyébként, hogy a, hm. ugye ezt, ezt, csak azért, bocs, hogy megszakítottalak, hogy az nagy, azért nagyon fontos, hogy 21 millió darabban, mert mondtad, hogy, a, hogy követ egyfajta logikát, hogy mi, hogy a, mondta az inflációval kapcsolatban, ez egyébként valamilyen szempontból egy ortodox logika, de mégis modern köntösben. Tehát, hogy, abszolút. Hogy, hogy abszolút. Ezt, ezt, bocsú, bocsú, hogy csak ezt akartam. Nem, nem, erre, mind. erre is nagyon szívesen beszélek. Tehát a szatosi a legkisebb osztható egysége. Tehát a forintnak volt a fillér annó, no, a dollárnak a cent, a bitcoinnak a szatosi, ez a 100 millió mod része. Igen. Azért 100 millió mod, mert ugye számított rá, hogy ennek azért nőni fog az értéke, és ahhoz, hogy az érték transfer kisértékű transferekben is megvalósulhasson, ezért fontos az osztatóság. És átérve arra, hogy miért fontos a véges készlet, azért, mert az elmúlt évtizedekben egy kis túlzással elszabadult a pokola a hagyományos pénzeket illetően. Elszakadtunk a, az arany standardtól, ez az egyik súlyos probléma, a másik, hogy bármilyen gazdasági krízisre adott válaszként, rutinszerűen, nem rossz szándékból, hanem azért, mert nincs más eszközük, Jaklón nélkül beindul a pénznyomtatás. miatt, igen. Gazdasági élénkítés igen. igen. Ami magába hordozza, annak ellenére, hogy ideig óráig megoldást nyújthat egy aktuális válságra, mint ugye most például a koronavírus okozta gazdasági válság, tehát ideig óráig ez lehet egy tüneti kezelés. Hosszú távon, viszont nagyon súlyos, inflációs nyomás és veszély abszolút benne van a pakliban. Az USA-ban, tavaly júliusban, pont a koronavírus miatt, több dollárt nyomtattak, mint az ország történetének első 200 éve során összesen. És ez brutális. Ez, igen, ez brutális. Ez igen. De nem kell, ja. nem kell közgazdaságtani Nobel-díjra esély, esélyes koponyának lenni ahhoz, hogy átlássuk, hogyha a nyomda csak megy, és megy, és megy, akkor egy idő után szar se fog élni a pénzünk. Igen, meg a bizalmat csökkenti, igen amit, a, amit már akartam kérdezni, és ezért is kezdtem azzal, hogy szuper bűnöző vagy, hogy állandóan barátnővékeny gyártásvezető, és ő is mondja, hogy mindig az ilyen filmekben úgy van, hogy a bűnözők, hogy jó, akkor bitcoinba küld el a pénzt, meg ilyesmi, hogy beszélnél ezzel, erről kapcsolatot. Vannak a, van a Monáról, hogy a 2014-ben alapított adatvédelemre fókuszáló kriptovaluta, hogy mit jelent ez, hogy ezek a Uh, pseudonim, anonim, vagy egy -egy az anonim altcoinisták titkos társasága, ezt, ilyen nincsen, csak viccelek. Szóval csak beszélni erről, mert ez is egy, egyben egy megoldás is, de közben felvet újabb kérdéseket és bonyodalmakat, és biztos, hogy a jövőben erre sok, sok különböző. lesz. nem azt mondom, hogy kitaláld a jövőt, csak sok, sok kérdést vet föl. Hát a bitcoin a közhiedelem ellentétben nem anonim rendszer, hanem úgynevezett pseudonim, vagyis fél anonim rendszert alkot az a lényege, hogy ha rólad kiderül például, hogy melyik, melyik, a te bitcoin tárcát, minden tárcának van egy, egy, hosszú számsora, hasonlóan amúgy, mint a, a hagyományos bankszámláknak, tehát ha kiderül rólad, hogy melyik a tied, akkor az úgynevezett blog történhet, ez a block history, ami egy nyilvános adatbázis, vagy egy nyilvános feljegyzés, egy, egy publikus és könnyen kereshető rendszer, onnantól kezdve minden tranzakció, amit tőled indult, vagy hozzád érkezett, az követhető lesz. Most ezzel szemben vannak olyan ö, kriptoprojektek, mint például a Monero, és sok egyéb, amik azt mondják, hogy ők nem a bűnözést akarják segíteni, hanem abban hisznek, hogy a pénzügyi a intimitás fogalmazunk így, ez a privacy, ez az emberi jog, alapvető emberi jog, és ezt ők szeretnék lehetővé tenni, hogy teljes egészében eltűnhessünk az állam kíváncsi szem elől, ami, ahogy te is mondtad, felvet egy sor nagyon súlyos problémát, pedig az, hogy vannak olyan emberek ezen a világon, akik bárcsak te lennének, de sajnos vannak és lesznek még elvtelenül borzalmasabbnál borzalmasabb dolgokat művelve, nekik is van szükség az üzem, ö, pénzre, nekik is van szükségük pénzre az üzelmeikhez, na náhogy nah, ezt fogják használni. Én amúgy sok más kriptó elemzővel kicsit szembe menve, én azt mondom, hogy elejét kell venni a privacy coinoknak. Tehát én nem hiszek benne. Én azt mondom, hogy inkább nézzem be az állam az alsogatyámba a, a is. Mondjuk az én esetemben nekem nincs mit takargatnom, úgyhogy, úgyhogy engem már csak ezért sem zavar. De inkább, inkább váljunk meg egy alapvető emberi jogtól, mint sem, hogy az internet sötét bugyrainak ö, lehetőséget teremtsünk arra, hogy gazdaságként funkcionáljanak és saját pénzeszközzel, ami teljesen követhetetlen. Igen, egyébként a, most ebben nem akarok belemenni, csak pont én olvastam Magyarországról sajnos ezek a doksik nem jutnak el, de az ártén volt erről, hogy régebben bármennyire furcsa nem volt ennyi pedofil, mert úgy értem, hogy nem volt ennyi pedofil bűncselekmény, most a videók az egy dolog, csak azért nem volt, mert ezek az emberek nem tudtak szövetséget kötni, mert hogyha ilyen, ilyen dologba utaztál, nem találták kapcsolatot, viszont az interneten most tudsz kapcsolatot találni, csak azt mondom, hogy ez maga az internetnek is egy problémája, ami nem csak a kriptoltákhoz kötődik, de nem akarok ebbe belemenni, csak az, hogy ezek tényleg fontos kérdések, amire nem könnyű választ adni, csak egy új technológia, új de nekem könnyű választ ad, nekem hát, ja, választani, de nem, de nem azért, mert okos vagyok, hanem azért, mert, mert olyan a habitusom, hogy inkább söpörjünk le valamit az asztalról, mintsem, hogy, mint hogy hagynánk, hogy rákként búrjánozzon. Én lemondok erről a jogomról, hogy a pénzügyeim teljes anonimitásban legyenek. Én inkább lemondok erről a jogomról, mintsem, hogy lehetőséget adjunk ezeknek az embereknek. Igen, 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 azt én is így gondolom. A következő kérdésem az állatokhoz kapcsolódik, hogy bálnák, bikák, medvék, és uh, most ugye azt mondják, hogy ilyen vimedve vagy ilyen medvkák piac van, oldalazás, Tehát, hogy ezeket kicsit, tudom, hogy ez neked ilyen alapkérdések, de az emberek ezeket tőlem kérdezték, amikor készültem rá az interjúra, és hogy ez most mit jelent, mit jelent, és így mondom, hogy hát. oké, nézd meg, de hogy így mi, mi újra, újra el kell ezeket mondani. De hát semmi gond, nekem is ja. meg kellett valahogy mindezt érteni. Ja. A lényeg a lényeg, hogy a medve meg a bika páros. Ez állítólag valamikor az első amerikai telepesek idejéből származik. A medve bunda ö, kereskedőknek, innen jön az is amúgy, hogy előre iszunk a medve bőrére, előre be kellett gyűjteni, így van, előre be kell egy gyűjteni a pénzt. Viszont, ö, hogyha rosszul sikerült a vadász szezon, nem volt elég medve, vagy nem tudom, hogy miért szokott az rosszul sikerülni, és magasabb áron tudták megvenni magát a bundát a vadászoktól, mint amennyire ők már eladták, akkor ráfizettek. Ha alacsonyabb áron, akkor nyereséget értek el. Hogyha a kávé ugyanazon az áronok közé ez a klasszikus nulla adó, tehát akkor, akkor nem történt igazán semmi gazdaság értelemben. De lényeg a lényeg, hogy a medvék azok, akik az árfolyam esésére számítanak. Hogyha medvék vannak többen, akkor mondjuk azt, hogy medvepiac van akkor nem megyünk fölfelé, legjobb esetben is oldalazgató. Van egy másik magyarázat is a medvékre, még, pedig az, hogy a medve úgy csap, hogy felülről lefelé, tehát felemeli a karját, és onnan lefelé le, üti agyon az áldozatát. Ezzel szemben a bika alulról fölfelé szarval. Tehát azok, akik arra számítanak, hogy az árfolyam emelkedni fog, ezért vesznek, és nekik hála tényleg fölmegy az árfolyam, úgy ennek is hihetetlen érdekes a, a tömegpszichológiája. De lényeg a lényeg, hogy a bikák azok, akik az árfolyam emelkedésére számítanak. Tehát a medvék-bikák párosa, és ahogy te is mondtad, most azért mondanak ilyeneket, hogy medve-bika piacon vagyunk, mert oldalazgatunk, úgy benne van a levegőben még egy nagy emelkedés, de ez még egyelőre csak csak nem akar megtörténni, tehát kicsit, kicsit furcsa most a helyzet, bár én, én biztos vagyok abban, hogy idén lesz még szép nagy emelkedés, Na, és a harmadik állat, akit ismerni kell itt, az a bálna. Minden ö, kriptopénz esetében változik, hogy, hogy kit nevezhetünk bálnának, de úgy általában arra mondjuk, hogy bálna, aki olyan mennyiséggel rendelkezik egy adott kriptopénzből, hogy annak az esetleges piatra borításával komoly hatást tudna gyakorolni az árfolyamra. Tehát akinek Legalább néhány ezer, nyilván nagyobb készletű kriptopénzeknél, néhány tízzer, százezer vagy akár millió van a birtokában, az lehet bálna. Egyébként ezt azért is úgy mondtad, mert nekem azt tetszik a kripto, amennyire én megértettem a kriptopénzekbe, hogy annélkül, hogy miért be belemennék, például az, hogy azt olvastam, hogy a docskainak közel 46%-át 13 ember birtokolja, nem tudjuk, hogy ki ez a 13 ember, csak lehet látni ezeket a pénztárcákat. Mm -hmm. És ez tök jó dolog, hogy ahogy mondtad, hogy a bányának a mozgásából is az emberek is ezeket átláthatóbb ez a rendszer. Igen. És ez az nak is köszönhető. Tehát ugye ez tök jó dolognak tartom, hogy így régebben egy csomó olyan suskus van, és ugye, hogy mostanában egyre kevesebb szó esik azokról, hogy, tehát, hogy maga a blokkrác rendszer készítőinek voltak ilyen társadalmi politikai felvetése is, hogy erről beszélte is, hogy decentralizált bankrendszer egyértelműen egyfajta kapitalista hegemóniát tör meg, és hogy ez államoktól, cégektől független, a bankokba berakott pénzzel nem tudjuk, nem, tudjuk, hogy mit csinálnak, tehát hogy ott hogyan mozgatják, ugye most is lehet, tényleg nem akarok ebben sem elmenni, de hogy az angol királynő fegyverkereskedelmet támogatott, ezek most derültek ki például az hozzá kapcsolódó cégek, meg ilyesmi, az ő se tudta, csak a befektetői fegyver, fegyverek kereskedtek, tehát hogy ezek azért így, a a tőzsdei manipulációkat nem láttunk le, és ez tetszik például, hogy itt elég jól láthatóak ezek a mozgások, még akkor is, hogyha vannak befolyásoló dolgok, de azokat is jobban látjuk, tehát hogy azok is nyíltabbak, tehát így mikor nem is tudjuk, tehát persze ez... A pénzvilág, ja. nem, azt mond, nem akarom azt mondani, hogy a klasszikus pénzvilág veleig romlott, mert nem, ez nem igaz. Vannak tényleg végtelen jó szándékú, tisztességes, komoly szakemberek a pénzvilág legmagasabb a szintjein is. Ebben biztos vagyok, de az egésznek a hangulata, a viselt dolgaik, és sok baromi gáz ügy, amik közül nekem az egyik kedvenc, amikor azt hittem, hogy, hogy kiszaladok a világból, amikor az Obama még 2008-ban azt az AIG-t, hogy valamelyik óriás biztosító társaságot kimentette a halántorkából, torkából. Jött a 2008-as válság, egy óriási biztosító társaság, csőd került, de úgy, hogy szó szerint. Az Obama oda dobott nekik nem tudom, nem emlékszem már, teszem azt, 50 millió dollárt, Most mondtam egy számot. Másnap, nyilván nem szó szerint másnap, de az egyik első intézkedésükként elkezdtek hatalmas bónuszokat osztogatni egymásnak a felső vezeték. Úgyhogy persze rengeteg embert ki kellett rugni, és ít. Tehát ez van, egy, van egy ilyen jellegű hangulata a politikáról nem is beszélve. Tehát a korrupció az, 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 az emberi gyarlóság az, 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 adott, ez is az ókoróta adott, minden szentnek maga felé hajlik a keze. A blokklánc ezen legalább valamelyest változtathat. És akkor igazából öde, szinte választ is adtál a következő kérdésemre, hogy nyújtott a kriptóta fenntartható egyfajta igazságosabb alternatívát a jelenlegi pénzrendszernél? Erről mit gondolsz személyes véleményed? Hogy a bitcoinból mi lesz, azt nagyon nehéz megmondani. Szerintem a bitcoinból nem lesz hétköznapi fizetőeszköz, mert a technológia nem bírja egyszerűen azt a terhelést, amit, amit, amit ki kell állnia már most. Én is volt már, hogy egy napot vártam egy bitcoin tranzakcióra. Annyira lassú. Igen. Annyira lassú. Plusz ugye, plusz ugye a volatilitás, az árfolyam sérülékenysége. Hogyha 10-20-30%-kal többet vagy kevesebbet ér a pénzed, mire megiszod a kávét, amit megrendeltél, akkor az, 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 úgy nem szerencsés. Szerintem közgazdászokkal beszélgetve, az ő véleményükkel részen egyetértve, valamilyen ötvözetére lenne szükség a kriptopénzeknek, a stabil és a véges készletet használni kellene, a blokkláncot is, de olyan formában, hogy egy olyan kriptopénzt mozgassunk, ami, ami alkalmas arra, hogy kiszolgálja a, a gazdaságot. Igen, meg ugye alul is volt szó, hogy a, lehet, hogy a bitcoin egy új, új, arany lesz, tehát egy digitális arany. Tehát direkt gyűjtöttem egy érdekes adatot, hogy 2019-ben kirobolták Tamara eccleston aki a Bernie Eccleston Forma egy tulajdonosnak a lánya, és azért, azért gyűjtöttem mert nem akartam elhelyezni, többször ellenőriztem, hogy 20 milliárd forint értékben vittek el készpénzt, meg égszereket a lakásából, hogy így, na ezek az emberek valószínűleg most már nem otthon fogják tartani az ilyen meg megtakarításaikat, de hát szóval egyértelműen lesz erre föl egy. Viszont van egy új probléma, ami engem nagyon idegesít, hogy vannak ezek a Coco Jumbo, legyen lambó emberek, akik ugye egy, látták a Wall Street falkasait, és nekik nem az jött le, hogy úristen, hanem az jött, hogy én is így akarok élni, hogy kokó, meg buli, meg izé, meg a terepjáró, meg izé, sportkocsik, hogy ez megjelent ez a világ, tehát ezért akartam így hogy a szatosiék valószínűleg egyfajta gondolatot akartak megvalósítani, gyakorlati, gyakorlati tenni, és megjelent, a, megjelent mindig megjelenik előbb-utóbb a nyerészkedőknek a, 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 rétege, társadalmi rétege, hogy így ez, ez egyébként. Tehát, hogy ezek nem tudom, hogy találko, te is találkozol ezekkel a... Hát persze, ezekkel a... de aki, aki, komolyan gondolja önmagát, meg ezt a piacot, mi a Kriptoakadémiánál komolyan gondoljuk önmagunkat is, meg a piacot is, Ettől próbáljuk távol tartani magunkat. Amúgy az, hogyha valaki sok pénzt keres, ezzel nincsen semmi gond. Nyilván az anyagi biztonságnak óriási jelentősége van. De ahogy te is mondtad, vannak igen, hát a bohócok, és vannak, akik komolyan akarnak ezzel foglalkozni. A, aki a lambóra hajt, az azt az, az, az magasról tesz rá, hogy miről szól ez a technológia, mi a szellemisége és hogy vajon hadha, hogyan hathat pozitív módon erre a világra. Igen, ez egy valós jelenség a mémkoinok, -ok, amik idén elszabadultak a Shiba Inu, meg még sok egy év, aminek sokszor deklaráltan az az egyetlen célja, hogy, hogy jól felhagysák az árfolyamot, kivigyenek annyi pénzt, amennyit csak lehet, és aztán röhögjenek a többiek, akik ebből kimaradtak ez nem jó, de ezzel nem lehet mit csinálni, ez, sajnos ez is természetes része ennek a piacnak. Piaci logikát követ, igen. Egyébként a másik nagy kérdés, ami felmerül, és aztán majd át fogom kötni, mert az egy másik kérdés, hogy a környezetvédelem meg a bitcoin bányáztat, és majd utána beszélni ezekről a proof of stake meg az Ethereum rendszerről, uh -huh. hogy tehát ezek, azt rád inkább, hogy te beszélj erről, mert nem akarok butaságot mondani. Hát igen, az már nagyon, nagyon, hamar, már majd tíz éve téma, hogy a bitcoin ö, elektromos áram használata egy óriási ökológiai lábnyommal jár. Néhány éve, akár még csak három-négy éve durván egy Ausztria vagy Dánia méretű ország éves, tehát nem, nem havi, hanem éves elektromos energiaigényével egyezett meg a bitcoin éves elektromos áramigénye. Most már eljutottunk oda, hogy a bitcoin hálózat, tehát ezek a bányagépek szanaszét a világban, annyi áramot fogyasztanak egy évben, mint Argentina. És ez brutális. Ez brutális. De van ennek az éremnek egy másik oldala, vagy coinnak, bocsánat, ennek a coinnak van egy másik oldala, az, hogy a bányászoknak azért elemi érdeke az is, hogy a lehető legolcsóbban jussanak hozzá az áramhoz, hiszen a bitcoin bányászatban, mint üzleti tevékenységben, a kiadás oldalon az, ára, az elektromos áram a legnagyobb tétel. Tehát nagyon sokszor, főleg Kínába, Mongóliába, Új-Zélandon és még egyéb ö, obskurus, exotikus helyeken, Vízerőművek mellé telepítik a bányákat. Tehát ott a vízerőmű és szó szerint a közvetlen tőszomszédságába teszik a bitcoin bányát, hogy a lehető legolcsóbban kapják meg. Nagyon gyakori, hogy megújuló energiaforrásokból dolgoznak, de ezzel nem mentegetni akarom a bitcoin, mert ez, ez, egy valós, ez egy valós probléma, amivel kezdeni kell valamit, és nagyon sok törekvés van erre. De mindemellett azt is látni kell, hogy a hagyományos pénzrendszer, a hagyományos pénzvilág, tehát a bank bankipar elektromos áramigénye, a duplája a bitcoin elektromos igények. Vagy maga az aranybányászat, ugye, ha már veszük ezeket a dolgokat egyik mennyi mennyibe, mennyibe kerülhet az aranybányászat, hogy lebontanak egy hegyet És az aranyért konkrétan. Az aranynak is nagyon súlyos ökológiai lábnyoma van, ez tény. Szóval ez, ez évek óta téma pont ezért jelent meg a Proof of Work konszenzus mechanizmus, ugye ez maga a klasszikus bányászat amiről most beszéltünk, emellett egy másik metodika ez a Proof of Stake ennek az a lényege, hogy már nincs szükség nagy teljesítményű számítógépekre a bányászathoz, hanem akár egy mezei laptoppal is lehet csinálni itt az a logika, hogy nem ez a hash algoritmus áll a háttérben, ami a bitcoin esetében, ugye említettem a blokkokat ott használják ezt a, ezt a, a technológiát. Itt az a, az a logika, hogy a te laptopod ugyanúgy, ahogy a bitcoin bányagépek, tranzakciókat fog ellenőrizni. Hogyha te átengedsz egy olyan tranzakciót, amit nem lehet volna szabad átengedni, mert azzal bármi baj van, akkor büntetést kapsz. A büntetés az, hogy a stékeléshez, tehát a géped csomópontként való üzemeltetéséhez szükséges tökéből, ami nyilván az adott kriptopénzben van elhelyezve a te levonásra kerül. Hogyha te átengedsz egy olyan tranzakciót, ami tök oké, okay, nem próbálta meg kétszer elkölteni ugyanazt az összeget, elegendő kriptopénz volt a tárcájában, akkor azért jutalmat kapsz ugyanabból a kriptopénzből. Tehát a proof of stake-nek is az az eszenciá, hogy a világban szétszórt, nagyszámú csomó pont alkotja azt a hálózatot, ami kellően biztonságos, stabil egyebek, viszont itt már nincs nagy teljesítményű számítógép azt akartam megkérdezni, hogyha már Kína szóba kerül, mert Kína több oldalon is érdekel engem, hogy egyfelől ugye lesz digitális olyan, vagy lehet, hogy már van, a másik meg az, hogy ezt a, tehát magát a bitcoin bányászatot elkezdték betiltani bizonyos körzetekben, hogy ennek köze van ahhoz, hogy, ezt csak én kérdezem, köze van ahhoz, hogy ők maguk is elő akarnak állítani digitális juant, vagy működtetni, vagy, vagy nincs köze, vagy ez nem tudsz te erről valamit egyébként? Hát bár csak, előbb. bár csak olyan okos lennék, hogy beleláthatok Kína működésébe, Kínán, kína kutatás az, az egy külön dolog, de most már nem a sinológia. Hát igen, igen, csak persze, csak most már nem, a, nem csak a nyelvet, meg a porcelántányérokat igen, kutatják, a... hanem azt a elképesztő politikai gazdasági rendszert, ami ott kialakult, ami egyfelől brutálisan hatékony, és a világ legnagyobb gazdaságává fognak válni jövő hétkeddig másfelől, felől egy, egy, egy kőkemény diktatúra, tehát válaszolva a kérdésedre, szerintem újságíróként én azt látom, hogy van összefüggés a kettő között, a digitális ilyen rendszere már elindult, megcsúfolása szatosi munkájának, mert itt nem a transzparencia, a szabadság, átláthatóság, egyenlőség, 1984 igazság, hanem 1900, 1984 a négyzeten. Tehát, hogyha a legkisebb száz lelkes kínai településén egy fiatal lány elmegy, hogy vásárolja magának egy ajakrúst, akkor az ott lesz a központi nyilvántartásban, hogy kedden, délben te odamentél, mentél, megvetted. Nagyon durva. És szerintem a bitcoinban meg általában a kriptopiacban egyfajta konkurenciát látnak. Ugye ez, ez, ez egy teljesen természetes hatalmi logika, hogyha kicsit is úgy, ugye én vagyok a nagy tölgyfa, de hogyha szem, szemem sarkából látom, hogy ott egy egészen kicsike kis fa, már megvan három centi, nem fogom megvárni, amíg megnő egy méterre. Most kiszedem a földből, mert nekem az ne legyen ott. Érted? Tehát ezt, Hogyne, ezt, a, logikát, Követi, ezt a logikát követik szerintem. Igen. Hát ugye Kínáról azért még egy mondatot mondok, de nem, ez sem illik a témám, de fontos, hogy a Kína az egyetlen társadalmi ami ókor óta folyamatosan megvan. Tehát, hogy a, akár Róma, vagy akár Görögország, vagy a többi társadalmak elpusztult, tehát Görögország most azok a népek élnek, többször cserélődtek, Kínának folyamatosan megvan az íve, tehát, hogy tudnak is magukról, és egy nagyon erős kereskedelmi kultúrájuk van, amit ez a kis maus kommunizmus csak így visszafogott inkább, de nem tüntetett el. És nagyon, nagyon nagy kérdések lesznek, hogy mi fog történni. És ebből át szeretném kötni egy másik ember, aki, aki nagyon is fejtörést okoz számomra, de sok ember számára, hogy Elon Musk és az ő kis izgága keze, ami állandóan a Twitterre kapkod, ami számomra felvetett egy nagyon fontos kérdés, hogy ugye a közbeszédet tematizálja, és hogy a közéleti személyiség sztárok lehetséges hatására a piacra, hogy oké, okay, hogy a Musk most csak az első fecske, de hogy egyre több tartomlékű shitcoin-t hozhat szerintem ez létre, hogy az ilyen emberek rászöltöznek a közhangulatra, akiket sokan követnek, és szemben ugye az évek munkáját belefektető hossz hosszú távú projektelek, amik mögött valós teljesítmény van. És engem ez idegesít, hogy miközben próbáltam ezt így értelmezni, hogy mi ez a dolog közben megjelennek ezek a dolgok, ilyen sehonnan jött ötletekkel, hogy a magyar is meg ilyenek, és mm -hmm. tehát mindig így, és ez engem így tényleg kimondom, hogy aztán, így, mert hogy ennyi, tehát, hogy, hogy aki, aki, mögött van hype, az bedob szavakat, és akkor ugye az így tudja, tudja tematizálni a közbeszédet, és hogy így nem tudom, hogy így tudsz -e valamit ezekről, hogy így persze nem látszott, kínálnak a fejébe, se látsz a hogy láthatnál vele, de több információd van erről, mint nekem szerintem. ugye a Mészáros Lőrinc okosabb lehet, mert a Zuckerberg, lehet, hogy én okosabb vagyok, mint az Elon Mask, komolyra Igen. fordítva a szót, komolyra fordítva a szót, az, hogy ezek a shitcoinok, -ok Ö, egyre másra nőnek ki a földből, mint a Shiba Inu, igen, már van magyar projekt is, a Magyar Vizsla. Pont tegnap előtt láttam, hogy van az a kis, azt hiszem, kétéltű állat, az Axelot, ha én nem jól. Axolotl, Igen. Axelot, igen, igen. regényűben is szerepel, hogy valaki komolyan érdekli a... Na igen, na hát egy olyan, olyan projekt is van már, ami, ami ö, ő, őt választotta, mint, 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 jelképe. mint jelképe, jelképe, brandje, arculata, stb. Ez, ez, ezzel a piacsal együtt járt. Szatosi azt mondta, hogy itt a blokklánc használjátok, ha használni akarjátok. Ez nagyon hasonló, nagyon-nagyon erős a párhuzam szerintem, aközött, hogy miről szól az internet, hogy miről szólnak maguk a kriptopénzek. Az interneten vannak óriási értékek, vegyük csak a médiát például nagyon komoly, so, sokan vannak, nyilván nem ez a jellemző, és nem ez a többség, de sokan vannak, akik például újságíróként komoly munkát végeznek, én is erre törekszem. És vannak olyanok, akik létrehoznak két kattintással egy, egy WordPress blogot, és oda hetente egyszer-kétszer kitesznek valamit. Ezzel, ezzel jár. De ez a jelenség egyben evolúciót is teremt. Ez az evolúció természetes része, Shiba Inu, meg, meg ilyen vizsla, meg béka coin, nem lesz 5-10 év múlva. Bitcoin lesz, lehet, hogy az első helyről lecsúszik majd a másodikra, lehet, hogy az Ethereum lesz a legnagyobb kriptopénz. lehet, hogy az ötödik helyre csúszik a Bitcoin 10 év múlva, fogalmam sincs, de a komoly, nagy, valós tartalommal bíró projektek, pont egy kínai projekt, ami nekem a nagy favoritom, ők az ellátási láncokat viszik blokkláncra, olyan partnereik vannak, hogy ihaj, csuhaj, egy hagyományos... Akartam is mondani, hogy mondja ilyeneket, hogy az a, az a fecskának hogy mindig a negatív dolgokat mondjuk, tehát hogy a sibát, stb. De hogy ezt akartalak is kéne, hogy mondjál, mondjál ilyen altcoinokat, amiket jónak tartasz. Nem csak befektetési szempontból, mert az mindenkinek a, azt hogy megnézik a Crypto Akadémián, vagy a Kripto Suli oldal, amiket javasolsz, hanem olyan projekteket, amire azt gondolod, hogy tényleg, hogy lesznek 5-10 év múlva is, vagy olyan terveik vannak, amik mm. komolyak. Jó, akkor a, ez, amit az előbb említettem, a v de előtte még egy, egy, pár szó egy másikról. Chiliz, ez a neve, és ők létrehozták a socios.com platformot, pofon egyszerű, itt az EB, mármint az üzleti modell pofon egyszerű, itt az EB, a sporthoz kapcsolódik. Egy sportklub, futball, kosárlabda, bármi egyéb, létrehozhatja a saját tokenjét. Mi ebben a zseniális? Hát nem csak az, hogy ezzel a saját tokennel veheted meg a szurkolói sálat, meg a mezet, meg mezt, meg egyebeket, baseball -sokát, hanem most jön a lényeg, a token tulajdonosaként te, mint hardcore rajongó, beleszólhatsz a sportklub életét illető fontos döntésekbe. Tehát gondolj bele, hogy me mekkora újítás ez is, mennyire zseniális. Bedobják a kérdést, hogy az XYZ sportoló, aki MVP volt, a legértékesebb játékos a tavalyi szezonban, azt, hogy megvegyük-e, és akkor nyilván a te szavazatod a magad pár száz, pár ezer tokennyével nem, nem az fogja az egészet elvinni, ha bár ki tudja, lehet, hogy te lehetsz a mérleg nyelve, de a lényeg a lényeg, hogy a blokklánc technológia, a kriptopénzek használata kifejezetten a sportklubok világába. Ez zseniális. Tehát egy újabb, vannak olyanok, hogy innen Magyarországról nézenekünk ez lehet, hogy egy kicsit fura, mert olyan a foci, amilyen, de Angliában vannak emberek, akik tehát rendszeresen megtörténik, nyilván nem hetente, de volt már például sokszor, beleírta a végrendeletébe, hogy a Manchester United füvére szórjatok ki. És megcsinálják, mert nyilván megcsinálják, tehát van ilyen, mondjuk lehet, hogy ez már egy kicsit extrém, a lényeg, a lényeg, hogy rengetegen vannak a világon, hogy imádják a sportklubjukat, és ez, hogy be lesz a részesével, ez egy óriási dolog. Akkor visszatérve a logisztikára és az ellátási láncokra, a WeChain nevű Kínából indult projekt, azt mondta, hogy ahogy az ellátási láncokat, a logisztikát csináljuk, az nem elég hatékony, lehet ezt jobban is, és a blokklánc egy tök jó megoldás. Az illető, a Sunny Lu, aki, aki a vechain az alapítója, amúgy a, az egyik nagy luxus márkát is, mindegy, most már kimondom, a Louis vuitton is birtokló konglomerátumnak nem volt. Nem félek ezt... hogy az emberek Louis Vuitton tárgyakat fognak vásárolni ennek hatására. De, okay. Mármint, hogy igazi Louis Vuitton, hiszen a Vichén, ugye ezt így biztosítja. Van. így van, így van. Tehát nem nehéz kitalálni, hogy ő milyen problémával szembesült nap, mint nap, éveken keresztül, mint IT vezető a Louis Vuittonnál. Hallott a blokkláncról egy továbbképzésen, kilépett a cégből és elindította a VeChain-t. A lényeg az, hogy RFID csipeket, QR kódokat, meg egyéb azonosítókat tesznek borra, cipőbe, táskába, inkbe, stb. Ránézel, kiolvasod azt a csipet, ami összeköttetésben a blokklánc technológia transzparensebb, hatékonyabb, egyszerűbb, jobban működő adatbázisával megmondja neked, hogy az tényleg az a márka, vagy az nem az a márka. Hol készült, mikor került a Fú, boltba, igen. stb. stb. És óriási partnerkörük van. Tehát vannak vannak nagyon szép példák arra, hogy van a Shiba Inu, ami a, a Spektrum egyik vége, tehát ugye ott az az étterem, amiben jobb, ha rá se nézel, és akkor van a másik vége, az az étterem, ahol, ahol, ahol kedvesek veled, tényleg jó a kaja stb. stb. Ki van találva az egész, elkötelezetten csinálják, tudatosan, stb. Csak hogy értsék az emberek között, töltök neked, mert látom, hogy vagy. Csak hogy értsék az emberek, hogy ez miért ilyen súlyos probléma, hogy hozok még egy érdekes adatot, hogy konkrétan az olasz maffiának a legnagyobb bevétele, tehát legnagyobb bevétele nem a prostitúció, meg a kábítószerből van, amit az emberek gondolnák, hanem a, a parfüm és az élelem hamisításból hogy uh, meg a gyógyszer hamisít, a klasszikus gyógyszer, tehát nem a drog gyógyszer, hogy úgy mondjam, hamisításból van, és ugye ezeket pont meg tudja ez a rendszer akadályozni, hiszen le lekövethető, hogy hol, tehát hogy hol készült, az egész folyamat lekövethető, merre Vakcinát jár. is hamisítanak, miért ne? szerencsét szerencséd van, akkor csak fiziológiai oldat van benne, Ugye, ami nem, azt nem szoroz, hogyha megkapod. Ha nincs szerencséd, akkor valami más. Tehát a hamisítás, ez egy, egy komoly probléma. Most adja magát, hogy átkössünk a te renegált biológus múltadra, mert hallottam, hogy készültél annak, de ezt majd a végén kérdezem meg az ilyen kicsit búváv kérdéseket. Ha már beszéltünk a blokklánc rendszerről, nekem az egyik, és itt át is kötni Magyarországra, az egyik le, legnagyobb kérdésem az, hogy ez mikor lesz végre a választásokba? Most direkt nem, féle ne értsetek, nem akarok aktuál politizálni, csak például a klasszikus választási csalás, hogy egy ember bemegy, bedobja az üres borítékot, kihozza a szavazót, odadja az embernek, az kitöltik, a következő ember beviszi, és így csalnak. Vagy az, hogy embereket visznek, tudod, ilyen csoportosan. Na most ezt a boklánc így megoldaná mindenkinek, és most nyugodtan, tehát hogy mindegy, hogy ki milyen oldalra szavaz, akkor a Trump, Trump fanok is sem mondhatnák, hogy Úristen, velettünk lettünk nem hanem, és micsoda pénzbe kerül egy országnak, Arizona újra számoltatta, Atlanta újra számoltatta háromszor vagy négyszer is, hogy, hogy biztos, hogy ezeket meg blokklánc pillanatokat megoldaná. Meg, Ez a meg, meg voltak, vannak, voltak, vannak, és reméljük, hogy lesznek még erre kísérletek. Ázsiában volt egy-két ahol helyi választásokhoz már használták a blokklánc technológiát, az USA-ban is helyi szinten, nagyon kicsiben, Hogy mikor történik meg az, hogy egy komoly, nagy, tényleg eh, fajsúlyos politikai választásban is blokklánc technológiát használnak, arra én nem tudok válaszolni akarat kérdése. A technológia ott van, az államnak, nem csak a magyar államnak, hanem bármelyik egyéb államnak, semmiből nem állna. A tőkéje megvan, szakemberek megvannak, akarat kell hozzá. Igen, és a, ugye ezért is intottam ezt a kérdést így, hogy Magyarország a kriptovalutákkal kapcsolatban időben és térben hol helyezkedik el. Gondolok arra, hogy bár a Skype nem kriptovaluta, de hogy ez is egy igazából ész cég volt, amit megvették volna az angolok. A Bitstamp kriptotős, de remélem jól mondom, a Szlovén. A Nikolás Stolonszky, aki a Revolut tulajdonosa, az szintén félig orosz, átvitta a projektet Angliába, de a Vladimir Buterin, most tudom, hogy Amerikában vitalik. él, de... Nem Vladimir, ilyen... Vitalik. Bocsánat, bocsánat, igazad van, semmi mond, igazad, van. Buterin ugye, az most Dagestánban, meg Oroszországban őt hívták oda, tehát nem ő akart oda menni, hogy fejleszten ott projekteket, hogy így, csak mi van Magyarországgal? Tehát Hát azért ez kicsit árnyalta, hogy most, árnyaltó, mert a, butterin Buterin Kanadába született. Igen, már. ezt akartam, azt tudom, hogy ő, tudom, hogy ezt, ő nem jó példa, igen, tudom. Igen. Ő, igen. Ö, hát... Émazista korában kezdett el. korábban igen, amúgy, szerint a Lényeg a lényeg, azért a felsorolás, felsorolásodban többen is vannak, akik valóban valahol közép-kelet-európában születtek, de nem biztos, hogy itt alkottak, bár, bár ellenpéldák is vannak. A lényeg a lényeg, hogy Magyarország szerintem kicsit felemás. Hogyha megnézed a kriptopénz automaták számát, több kriptopénz, útszai, fizikai kriptopénz ATM, amikből adni-venni lehet kriptopénzeket, több ilyen eszköz van Magyarországon, mint például Izraelben. Hoppá! Ami hoppa. Izrael, Izrael, ami azért egy technológiai, nagyon erősen fejlett ország, óriási startup kultúrája van, és így tovább. Ha mikor én legutóbb néztem ezt a listát, akkor ez még így volt. Magyarország azzal a most durván olyan 40 kriptopénz ATM-ével, amin 2021 közepén van, ne, lehet, hogy most már megvan 50 is, ezzel nagyon előkelő helyen szerepel. Az USA torony magasan vezete maga 4000, 4 ATM-ével, de hogyha megnézed a, a listát, azt hiszem a coinatmradar.com, talán ez lehet az a non-profit oldal, ami ezeket összesíti. A lényeg, a lényeg hogy ez, ebben, ezen a téren Magyarország meglepően jól áll, hm. ami a kriptopénz tulajdonlást illeti, ha tippel nem kéne, akkor azt mondanám, hogy jelenleg durván olyan 150-200 ezer ember van Magyarországon, aki vett már kriptopénzeket, lehet, hogy ez 300 hm. ezer is megvan. Hmm. Ami az általános tájékozottságot illeti, ilyen kutatásunk még nincs, dolgozunk rajta, tehát célunk a Kripto Akadémia, hogy ez, ebben is ö, képbe kerüljünk, ö, én azt mondom, hogy lehetne sokkal rosszabb, lehetne sokkal jobb is. Gyönyörgyű, 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 nem olyan rossz, nem olyan rossz, nem olyan rossz. Tehát általában mindig mindenben egy kicsit úgy lemaradozunk, de itt most az, ez nem olyan rossz. Igen. Egyébként azt akartam megkérdezni a zárásnak, hogy ez a Satoshi Nakamoto szobor, aminek alatt az alapkövét a Graphisoft Parkban, erre mit lehet tűni, hogy minek, miért és mi célból? Hát az alapkövet lehet... mi nem raktuk rá, csak kész ja. van maga az agyagmodál, és most megy öntödébe. Mi a cél? Pont a blokkláncról szeretnénk megemlékezni. Tehát, hogy a kriptopénzeknek mi lesz a sorsa, azt én nem tudom. Sajnos az is benne van a pakliba, hogy megjelenik egy olyan szigorú, viszonylag összehangolt, szabályozás Európában és a világ egyéb országaiba, ami az egészet ö, megölik, megöli, kirántja a szőnyeget alóla. Ugye a koronavírus kapcsán láttuk, hogy az, ami korábban talán elképzelhetetlen volt a világszintű kiárási tilalom bevezetése, azért ez megtörtént. És az is arról beszélgettek, hogy ö, hasonló podcastekben, hogy mi vagyunk ugye a demokrácia fellegvára, jogállamiság, emberi jogok, stb. Ehhez képest most az állam azt mondja nekünk, hogy ha este 6 óra után kimész, akkor, akkor hasba, hasba lőlek, vagy ruglak legjobb esetben. Tehát nem, nem, is tudjuk, hogy mire képes az állam, de sok mindenre képes, sok olyasmire is, amiről most azt gondolnánk, hogy az nem történhet meg benne van a pakliba, hogy a kriptopénzek kapnak egy olyan viszonylag összehangolt globális szabályozást, ami az egészet, egészet a lecsóba küldi. De nem ez a lényeg, hanem a blokklánc technológia. Beszéltünk a szavazásról, beszéltünk az ellátási láncokról, nem beszéltünk viszont meg a kábítószer harcról, no. nem beszéltünk no. a legkülönbözőbb terület, nehéz olyan területet mondani, bár tény, hogy sokszor túlbecsülik a blokklánc jelentőségét, de nehéz olyan területet mondani, ahol ne lenne elképzelhető, vagy már ne teremtene most értéket a blokklánc emberkereskedelem. Segélyszállítmányok célba juttatása, hogy ez ne jobbra-balra elfolyjon mindenféle bűnszervezetek meg korrupt politikusok felé, az a 10 forint, amit én havonta beutalok az afrikai XY szervezetnek, hanem az tényleg jusson el oda. Gyógyszerszállítmányok nyomon követése, vakcináció nyomon követése. A WHO már most a koronavírus kapcsán megpróbálta használni a blokklánc technológiát több-kevesebb sikerrel. Tehát arra akarok kiukadni, hogy amit a Satoshi megcsinálta a bitcoin, óriási érték, véges készlet, gazdasági újítás, nagy dolog, tök jó. Mi lesz a kriptopénzekkel, azt nem tudjuk. De a blokklánc technológia, ami mögötte van, az már most kijelenthető, hogy ez egy új fejezet az internet történetében. Átláthatóbb rendszer. Óriási egy. újítás, amit az élet legkülönbözőbb területein használni fogunk. Ezért érdemel meg egy szobrot a Szatosi. Hú, köszi szépen, ez érdekes, érdekes, információkat hallottunk tőled, és uh, nem megyek bele a titkos biológus múltadba, még uh, ki, derül, ki, ki, tudja, mi derül ki. Az is lehet, hogy tényleg uh, egy ilyen Kaiser szóze vagy egy ilyen szuperbűnöző. Lehet, és, lehet. Uh, ezért ezt sem az... megörősíteni, sem cáfolni nem tudom. Hogyha valami baleset érne, akkor tudjátok, hogy ez volt az utolsó podcastem, és hogy mi az oka. Innen is üdvözlöm a nyukámat, remélem, hogy megérem a következő napot. Köszönöm szépen a, az interjút, és még egyszer elmondom, hogy Györfi Andrást megtaláljátok az interneten, tehát a digitális változatot nem lehet igazából meg megérinteni. Megérintetem, de ti nem tudjátok. És ez pedig a... a a Kriptosuli Kripto Akadémia YouTube oldalát megtaláljátok ti is digitális verzióban. Én találkoztam az igazival. Az egy darab, amit nem beszéltünk az NFT-kről, de nem baj, mert írtam egy cikket, azt elolvashatjátok, és ott megtudjátok, hogy milyen ez a másolás technológia. Köszönöm szépen még egyszer az interjút, és téd az utolsó szója. Köszönöm szépen, az NFT-kről nem beszéltünk, legközelebb beszéltünk róluk, az egy külön, külön fejezet, egy új és izgalmas fejezet, legközelebb nagyon szívesen. Sziasztok még egyszer! Sziasztok! Jo ka se sipper nose perleg.